5 éve termeszt olajtököt Szabó Róbert törökkanizsai gazdálkodó. Területének egyharmadán iktatta a vetésszerkezetbe. Szerinte a talaj is tápanyagban gazdagabb, a termék pedig keresett. Nagyon sokan visszaléptek a töktermesztéstől, de van rá igény, tehát a tökmagra van igény. Na most igyekszünk minőséget előállítani, tehát a tökmag, amit megtermelünk, tehát polírozzák, színre válgatják, van egy cég, aki azt a munkát megcsinálja és profi módon végzik, és a minőséget azt el lehet adni. Bánátban a gyengébb minőségű talajokon nem jövedelmező a búza és a kukorica termesztés, ezért a gazdálkodók alternatív növényekkel próbálkoznak, amelyek eladásából megfelelő jövedelem biztosítható. Egyik ilyen a csipkebogyó, amit Fekete Károly 50 hektáron telepített. Egy sikeres termeléshez szükséges ugye a fajta megválasztás a beltartalma, gyümölcs beltartalma miatt, ugyan ezt igényli a földolgozó ipar, mert ezek a fajták, amit én termelek, ezek speciális programra vannak előlátva, a C-vitamin és a pektin anyag kivonására termelem. Vajdaságban mintegy 5000 hektáron termelnek alternatív növényeket. Ez a terület évről évre növekszik, köszönve az egészséges táplálkozásra és életmódra való törekvésnek. Vezano za gajanje alternativnih biljaka, obraćaju pre svega domaćinstva koje imaju manje površine, znači neka mala i srednja domaćinstva koji očekuju da se i sa manjih površina uz normalno više manualnog ili više angažovanja da se i sa manjih površina može ostvariti kakav takav solidan ekonomski profit. Az alternatív növények sorából az ipari kender és a lemmag termesztés kezd fellendülni, mert a belőle sajtolt olaj kiváló beltartalmi értékű, és a piacon is keresett.